Rohamosan növekvő közúti forgalmunk biztonságának érdekében néhány évvel ezelőtt megjelentek az utcákon és közutainkon a kijelölt gyalogátkelő helyek, vagy ahogy népszerűbb nevén ismerjük, a zebrák. Gyalogosok és járművezetők eleinte nem szívesen fogadták, ahogy csak lehetett elkerülték, ahogy csak lehetett megszegték a szabályait. Bizony sok-sok betétlapjába és sok-sok 20 forintjába került gyalogosnak és járművezetőnek, amíg nagyjából megszokták, megtanulták a fekete-fehér vonalak törvényeit baleset megelőző szerepét. Mit tudsz a zebráról? Azon lehet a túlsó oldalra átmenni. Mit tud a zebráról? A zebránál a gyalogosnak van elsőbsége, és a járművezetőnek mindenkor a zebra előtt meg kell állnia. Mit tud a zebráról? Hát kérem, a zebráról annyit tudok, hogy minden esetben a gyalog átkelőknek van előnye. Kivéve, ha a rendőr vagy rendőrlámpa irányítja a forgalmat. Ilyen esetben, minden esetben a gyalogosnak is alkalmazkodnia kell a rendőr szabad vagy tilos jelzéséhez. És mire jó, ha vigyáz a gyalogos? A gyalogos nagyon jól, ha vigyáz arra, mielőtt a zebrára rálép, még ha ő neki van előnye abban az esetben is, tekintett, hogy Budapesten és az országban nagy a kocsiforgalom, féktávolságon belül könnyen leléphet a gépkocsi vezető, óvatossága ellenére is megtörténhet a baleset. Honnan tudja mindezt ilyen jól? Foglalkozásom gépkocsi vezető, jelenleg szabadnapos vagyok. Furcsa kérdés, de hadd kérdezzem meg, miért a zebrán megy át? Mert ha másút megyek át és nem a zebrán, akkor fölér a rendőr és fizethetek. Mit tart a zebrával kapcsolatos legfontosabb tiltószabálynak? Párhuzamos közlekedés esetén a másik forgalmi sávon lassító vagy álló járművek mellett elhaladni tilos. Kérjük, egyetlen kérdésre adjon választ. Lehet-e a zebrán előzni? A zebrán nem szabad előzni, tilos. Az ön számára mit jelent a zebra? A zebrán a gyalogosnak elsőbsége van, lassítanom kell, szükség esetén pedig meg is kell állnom. Az elhangzott válaszok alapján joggal azt gondolhatnánk, hogy nálunk már mindenki, gyalogos és járművezető, jól ismeri és be is tartja a zebra alaptörvényeit. Miért van akkor mégis annyi közúti baleset? Miért olvashatunk nap mint nap súlyos vagy halálos kimeneteli szerencsétlenségről, melynek színhelye számtalan esetben a kijelölt gyalogátkelőhely és a zebra áldozata legtöbbször a gyalogosan közlekedő ember? Kameráinkkal néhány napig a főváros forgalmas és egyben veszélyes gyalogátkelőhelyeinél tartózkodtunk. Itt és így sikerült mencsevégre kapnunk a járókelők és a járművezetők néhány olyan jellegzetes típusát, akik elméletben valószínűleg ugyancsak jól ismerik a zebra alapszabályait, törvényeit, de a gyakorlatban mégis egészen másképp viselkednek. Íme a járókelők egyik leggyakoribb típusa. A járművezetők vitustáncosnak nevezik. Hosszú tiltóvázás után általában a legalkalmatlanabb pillanatban lelép a járdáról. Elindul, megtorpan, újból elindul, aztán mégis meggondolja magát. Igen, a zebrán az öné az elsőbség, kedves gyalogos, de akkor éjjel is vele, és sokkal határozottabban tegye meg az utat a két járda között. Ha lehet, csoportosan, körültekintő figyelemmel és határozottan induljunk el a túlsó oldalra. Átkelési szándékunkat jó, ha félreérthetetlenül jelezzük. Ha elsőbséget adunk a járműveknek, azt ugyancsak világos kézmozdulattal adjuk tudtára a járművek vezetőinek. Thank you.
A járókelők veszélyes kategóriájába tartozik ez a férfi. Körültekintés nélkül lelép a zebrára, nem veszi tudomásul, hogy az utca nem olvasótere. Igaz, hogy a zebrán az önöki az elsőbség, de könnyen előfordulhat, hogy féktávolságon belül lépnek le a járdáról, és a járművek vezetői már képtelenek elkerülni a balesetet. A biztonságos közlekedés érdekében kérjük, kedves járókelők, legyenek figyelmesebbek és óvatosabbak. A nem törődő magabiztonság az értelmetlen hősködés okozza a közúti baleseteink többségét. Igen, így helyesebb és főleg biztonságosabb. Talán nem is gondolnák, hogy az esős havas időjárás milyen nagy mértékben növeli közutainkon a baleset veszélyt. Ilyenkor jelenik meg a zebrákon a strucc típusú járókelő. Esernyője alá bújik, se jobbra, se balra nem néz, csak megy a saját orra, helyesebben a saját esernyője után. Elvégre a zebra esőben, hóban is zebra, az elsőbség most is az övé, a járókelőjé. Ez igaz. De gondoljunk arra is, hogy a felázott, csúszós úttesten nehezebb és bizonytalanabb a fékezés, rosszabbak a látási viszonyok. Egy-egy nagyra rújt tócsából felcsapódó víz elől hátraugró gyalogos is pillanatok alatt súlyos közlekedési baleset áldozatával válhat. Kérjük, saját érdekükben ajánljuk, ilyen időben még jobban, még pontosabban tartsák be a zebra előírt szabályait, törvényeit. De túlzott egyoldalúsággal vádolhatnának bennünket, ha csak a szabálytalankodó gyalogosokat mutatnánk be önöknek. Ezért a most következő képeken a járművezetők olyan kellemetlen típusaival ismerkedhetnek meg, akik a gyalogosan közlekedő ember leggyakoribb és legveszedelmesebb ellenségei. A fantomok, a fene gyerekek. Alaptulajdonságuk a közúti szabályok súlyos megsértése. A tolakodó, erőszakos, udvariatlan közlekedés. Ők okozzák a kijelölt gyalogos átkelő helyeken a legtöbb súlyos, vagy éppen tragikus kimenetelű balesetet. Erőszakos, esztelen rohanásnak legtöbbször ez a vége. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mondja, úgy gondolja, hogy szabályosan jött át ott a zebrán? Szabályosan. Miért? Nem látta azt a taxit, amelyik megállt a belső sávban, hogy gyalogost engedjen át? De láttam. És nem ismeri azt a kressz előírást, hogy ha a másik sávban egy jármű megáll vagy lassít, akkor önnek is meg kell állni? Meg kell állni, igen. Ha ilyen jól tudja viszont, akkor miért nem állt meg? Siettem nagyon. És megéri? Hát nem tudom. Jó napot kívánok, nem kérem a vezetői engedélyét. Az ilyen súlyos szabálytalanságot közlekedési törvényeink a megfelelő szigorral büntetik. Számos baleset okozója, hogy a gyalogos alapvetően megszegi a járda és a járdasziget közötti közlekedés előírt szabályait. Igaz, hogy itt is őt illeti az elsőbség, de figyelmetlenül vagy éppen merő hősködésből mozgó járművek között cikázni és rohangálni szigorúan tilos és életveszélyes.
Hogyan történt a baleset? A barátommal voltunk, villamosra akartunk szállni, amikor észrevettük, hogy a megállóban szerelvény áll. Futni kezdtünk, leszaladtunk a járdáról. Ő elérte a villamosszigetet, én egy álló autó mögül szaladtam elé, és egy másik autó elütött. Azt hittem, nekem van előnyöm ottan. Igen, a szabályt, a törvény első részét valóban jól ismerte. Önt a gyalogost illeti meg az elsőbség, az előny a járda és a járda sziget között is. Akár csak az úttesteket átszelő fekete-fehér jelzésű gyalogátkelő helyeken a zebrákon. De a figyelmes, óvatos közlekedés valamennyieknek, gyalogosoknak és járművezetőknek személyes, jól felfogott érdekünk. És egymás iránti legfontosabb kötelesség. Thank you.